Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Befejeződtek az aratási munkálatok Tolna vármegyében. A hőség miatt jóval hamarabb végeztek a gazdák. Új modern vízitúra bérlő pont Tolnán. Várják az érdeklődőket. Dombóvári új esélyközpont. Nyílt napot tartottak. Felső osztályosoktól a gimnazistákig. Német és angol készségeiket fejleszthetik a gyerekek Vajtán. Befejeződtek a nyári aratási munkálatok Tolna vármegyében. Az elmúlt héten csapadék nem hullott, rendkívül meleg volt, az átlag hőmérséklet meghaladta a 36-38 fokot is. A gazdák igen nagy kapacitással arattak, hiszen minden egyszerre érett be. Az idei nyári aratás zavartalanul zajlott, csak pár alkalommal esett az eső, egy-két vihar is előfordult. A hőség miatt a szántóföldi növények a szokásosnál 2 héttel hamarabb értek be. Először az őszi árpával végeztünk június végén. Őszi árpa vonatkozásában 13.600 hektáron termesztették a Tolna megyei gazdálkodók, és 6,58 tonna per hektáros eredménnyel zártunk. Az idei év nem csak a mennyiségben, hanem a minőségben is jobb lett a tavalyi évhez képest. Tavaly nagyon kevés volt a hektoliter súly. Búzából az elmúlt évhez képest kevesebb, 45.000 hektáron vetettek a tolnai gazdák. És az idei évben is meghaladtuk a tavalyi évi termést, 1 tonna per hektárral 6,86 tonna per hektáros eredmény született, és a minősége az picit az elvárásoktól elmaradt. Repcéből egyre kevesebbet vetnek a gazdálkodók, 21.900 tonna lett az össztermés, 2,62 tonna per hektár eredménnyel. A forróság a kapás kultúrákat, a kukoricát és a napraforgót is megviselte. Egész biztos, hogy nagyon nagy terméskiesések lesznek, azt még becsülni természetesen nem tudjuk, hogy mekkora terméskiesés lesz, de minden csapadékmentes nap több tonna termés eredménycsökkenést jelent a gazdálkodók számára sajnos. Az aratási munkák során a kalászos gabonák megdőlésével is több helyen megküzdöttek a gazdák. Remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt Tolnán az új kialakított vízitúra bérlőpont. Nem csak profik számára kínál élvezhető vízközeli programokat a Dunapart mentén kialakított létesítmény, hanem gyermekeket és amatőröket is szívesen fogadnak. Barina Balázs örömmel fogadta a vízitúrapont megalakulását, aminek köszönhetően még több emberrel megismertethetik a vízisportokat és népszerűsítik az evezést. A Magyar Kajakkenu Szövetség úgy gondolta, hogy a klubunk működését is, mint az országos távlatokban is igyekszik megtámogatni azáltal, hogy a versenysport láb mellé igyekszik egy szabadidősport lábat is kialakítani. Ez mind az egyesületeknek, mind pedig a kajakkenu sportnak nagyon jó tudna lenni. Egyrészt nagyobb létszámot tudnánk megmozgatni, másrészt pedig egy bevételi forrás, plusz forrás is tudna biztosítani a kajakkenu egyesületeinek is a szövetség. A meglévő épületekhez csatoltak új részeket, valamint a régiek felújítására is sor került. A jelenleg meglévő épületeink egy része már jóval korábban megépült, van saját konditermünk, tornatermünk, külön öltözőink, valamint egy rendes vizes blokkunk, ami most újonnan megépült, az pedig 2 külön öltözőrész, egy férfi-női öltöző, külön WC-vel, tusolóval, nagyon kulturált létesítményeink vannak. Ezen kívül van egy fedett hajótároló részünk, ami lehetőséget biztosít nem csak a saját hajóink tárolására, hanem amennyiben erre igény alakulnak ki, vagy ilyen mutatkozna, esetleg szabadidősportolók hajóit is tudnánk itt tárolni. Ezen felül még a létesítményben található egy kicsike kis iroda és egy tároló is. Ezen a nyáron még csak egy kisebb szeletét lehet igénybe venni a szolgáltatásoknak, de a következő szezonra már teljes erőbedobással készülnek. A versenyévad közepén járunk, és a létesítmény átadása is június hónapban történt meg. Ugye a Magyar Kajakkenu Szövetség részéről is voltak itt lent, propagandaanyagokat készíteni, felvételeket, fényképanyagot és a különben mutatkozó videót is felvettek velünk. Szuppozni lehet nálunk jelenleg, kaptunk 6 darab szup 1-est, valamint 3 darab túra kajakot és 3 darab tengeri kajakot, ezeket lehet így egyénileg bérelni nálunk jelenleg. Szervezett programjaink azok ősztől várhatóak, a nyitott kajakházak program kapcsán lesz egy bemutatkozónk, amikor bárki nyugodtan lejöhet hozzánk, lehozhatja gyermekeit is, vagy csak szülők,
vagy párok is lejöhetnek hozzánk teljesen nyugodtan megnézni, hogy milyen létesítményeink vannak, és meg lehet próbálni majd a sporteszközeinket. A Kajakkenu Szövetség fejlesztett egy foglalási platformot, és egy letölthető applikáció is tervben van. Amíg ez elkészül, telefonon és közösségi oldalakon lehet elérni a vizitúra pontot. Július 16-án kedd délután riasztás érkezett Fadra egy tűzesethez, melyet egy leszakadt 120 kW-os vezeték okozott Gerjen külterületén. A tűz a tarlót több hektárnyi területen érintette. A kiérkező tűzoltó egyesülethez csatlakoztak még a paksi és a kalocsai lánglovagok is. A csapatok sikeres összefogással közösen megfékezték a lángokat. Július 14-én elhunyt dr. Tóth Gyula főorvos. Nem csak a szexárdiak egészségével törődött, hanem több cikluson át önkormányzati képviselőként is dolgozott a városért. Vasárnap hirtelen rosszul lett, és a kiérkező mentők az életét már nem tudták megmenteni. Főigazgatói döntés alapján 2024-ben ismét 600 millió forint összértékű támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországi Önkéntes Tűzoltó Egyesületek között. A segítség működési költségekre, gépjármű és szertár felújításra fordítható, valamint különféle tűzoltó eszközök és felszerelések beszerzésére. Tolna vármegyében 22 egyesület pályázott sikeresen. Színes programokkal nyitotta meg kapuit a Dombovári Új Esélyközpont az érdeklődők előtt. Minden korosztály jó hangulatban és kellemes társaságban töltötte a szombatot az intézmény nyílt napján. A nyílt napon a zenés szórakoztató műsorokon kívül volt lehetőség a legfiatalabbaknak kézműves foglalkozásokban, illetve színes arcfestésben részt venni. A Dombovári Új Esélyközpontunk 2021. december 31-én nyitotta meg a kapuit, tehát most már lassan 3 évesek vagyunk. Minden évben megrendezünk a családi nyílt napunkat Dombovár lakosságának, illetve az ellátottjaink számára. Célunk, hogy egy kicsit jobban megismerjen minket a lakosság, és hogy az ellátottjaink lényegében egy kicsit kötetlen program keretében is részt vehessenek nálunk a programokban, a mindennapokat egy kicsit kizárva. Nyugdíjas vagyok, és szeretek idejárni, igyekszem részt venni. Voltak olyanok, akik az egészségügyi felmérés miatt érkeztek. Színes programokkal készültünk a mai napon, igyekeztünk minden korosztályt megszólítani. Pápai László énekes és zenepedagógus nosztalgia dalokkal szórakoztatja majd vendégeinket, aztán a Dombóvári Kötélugró Sportegyesület növendékeinek ugróköteles bemutatója fog következni. Itt van körünkben Tóth Szilvia, a Dombovári Rendőrkapitányság rendőrfőtörzs zászlósa, aki a bűnmegelőzés tart tájékoztatást, online elkövetett csalásokról és visszaélésekről tart ilyen felvilágosítást az érdeklődőknek. Illésné Szabó Rita 4 gyermekkel érkezett a rendezvényre, és elmondta nekünk, hogy vidáman jöttek a központba, és vidáman is fognak hazamenni ebéd után. Már többször voltunk itt, mert nagyon régóta ide járunk már. Mi is a Gábor előadására szoktunk jönni, a Mónikáékkal vagyunk, most a Gabi, én hozzájuk tartozom. Úgyhogy mindent az ég adta világon el tudok nekik mondani, meg tudunk beszélni. Aranyosak, titoktartóak, és mindenbe tudnak segíteni, amit csak kérünk. A dombovári intézmények jelenleg 110 állandó ellátottja van, többségük nyugdíjas korú. Megdőlt az idei, valamint a mindenkori nyári rendszerterhelési csúcs hétfőn, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiai Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT. A meleg hónapokon tartós kánikula esetén az esti órákra jellemző a magas áramfogyasztás, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. A Mavir kiemelte, a magyar villamosenergia rendszerben szükséges tartalékkapacitások is rendelkezésre állnak. Egerben zajlik a kötélugró junior Európa-bajnokság. A Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület 9 versenyzővel 18 versenyszámban méri össze tudását a kontinens legjobbjaival. A csapat tagja Szabó Emília remek helyezést ért el, 180 másodperc gyorsasági versenyszámban felállhatott a dobogó 3. fokára. Idén nyáron sem maradhatott el a Nyitott Világ Alapítvány nyelvi tábora. Az 50 jelentkező a Vajtai Zicsi kastélyban tanulhat anyanyelvi tanároktól is, németül vagy angolul 1 hétig. Az idegen nyelvek elsajátítása manapság már létszükséglet. Az angol és a német 2 a legnépszerűbb nyelvek közül.
aki fejlődni szeretne ilyen téren, azt szívesen várják nyáron, most már Vajtára, ahol a Nyitott Világ Alapítvány egy egyhetes tábort szervez évente a diákok számára. Az idén 24. alkalommal szerveztük meg ezt a nyelvtábort. 24 év óta minden áldott nyáron csináljuk, szinte hihetetlen. 18 éven keresztül Domboriban voltunk, és ez most már a 6. év, hogy itt vagyunk a Zicsi kastélyban, Vajtán, gyönyörű helyszín. A táborba külföldről is érkeznek tanárok, így a résztvevő gyerekeknek muszáj a választott idegen nyelven kifejezni saját magukat. Minden évben vannak visszatérő és új táborozók. Van, aki először van, az idén, például ebben az évben, én nagyon sok újonccal találkoztam, tehát először vannak itt, és egyre fiatalabbak. Tehát ilyen 13-14 éves korú gyerekek jönnek és tanulnak nagyon szorgalmasan. A tábor nagy népszerűségnek örvend, a gyerekek nem csak a nyelvek, hanem a jó közösség miatt is szívesen járnak vissza. Regionális híreink következnek. Lángolt az épület, tűz pusztított Pécsen. A parlagfű pollenjei már megjelentek, azonban az igazi pollen szezon még nem érkezett el. Vízi tragédiák, megelőzhetőek lennének odafigyeléssel. Kigyulladt egy lakóházak közé épített 60 négyzetméteres melléképület hétfő délelőtt Pécsen, a Szent Borbála utcában. A tűzoltók 3 vízsugárral tudták megfékezni a lángokat, amik tovább terjedtek a szomszédos épületre. A terep átvizsgálása után kiderült, akár nagyobb baj is történhetett volna. Elszenesedett fekete deszkák, deformált, megrongálódott fémtartók, ennyi maradt a hétfő délelőtti tűz után Pécsen a Szent Borbála utcában. Egy kétszintes családi ház melléképületében keletkezett tűz, aminek az oka vélhetően amiatt volt, hogy a tulajdonos nyílt lánga használtó munkát végzett, és a közvetlen közelében található gyúlékony vagy eszközök, berendezési tárgyak, illetve tűzifa kapott lángra. A tűz keletkezésekor ketten tartózkodtak az épületben, ők szerencsésen ki tudtak menekülni, sérülés sem szenvedtek. Ami probléma volt, hogy a tűz az tovább terjedt a családi háznak a homlokzatára is, ott a szigetelés megolvadt, illetőleg a szomszéd ingatlannak a melléképületére is, ott 10-15 négyzetméteren égett a tetőszerkezet, illetve ott is lángra kaptak a berendezési tárgyak. Külön veszélyforrást is rejtegetett a melléképület, szerencsére azonban nem történt tragédia. 4 gázpalack is volt abban a mellékhelyiségben. Pécsi hivatásos tűzoltók 3 tűzoltógépjárművel vonultak a helyszínre, és 3 sugárral meg is fékezték a lángokat. A gázpalackokat szerencsére tűz nem érte, illetőleg nem is kellett hűteni őket, tehát gyakorlatilag sérülésmentesen ezt megúszták ezt a helyzetet. Személyi sérülés nem történt, ahogy említettem, illetve a családi ház az lakható maradt. Ennek az esetnek is az a tanúsága, hogy veszélyes a nyílt láng használata, ezért figyelni kell erre, mondja a szóvivő. Nem is csak a meleg miatt, hanem egyébként a nyílt láng használatával végző tevékenység során alapvetően figyelni kell arra, hogy milyen környezetben végezzük. Az is fontos, hogy milyen állapotban végzi az ember. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nyilván a meleg hatására is könnyebben lángra kapnak a dolgok, de főleg, hogyha gyúlékonyak vannak, akkor tulajdonképpen az időjárástól független ez. Ezt kellő odafigyeléssel kell végezni, fel kell készülni arra az esetőségre is, hogyha valami lángra kapnak, akkor el kell tudni oltani. A katasztrófa védelem közlése szerint a tulajdonos a melléképületben hegesztett, a hegesztés környezetében lévő anyagok meggyulladtak. A melléképületben eszközök, berendezési tárgyak és tűzifa égett. Az elmúlt évekhez képest eddig a csapadékosabb és melegebb nyár kedvezett a parlagfű növekedésének, így annak pollenjei már több helyen megjelentek a levegőben. Azonban az igazi pollen szezon még nem érkezett el. A legutóbbi pollenadatok a múlt heti mérés értelmében Pécsen is azt mutatják, hogy még nincs igazi pollen szezon. A tipikusan klasszikus pollenek közül egyedül a csalánféléknek középmagas a koncentrációja. Amit még sikerült mérni, az az uti fűfélék és a pázsit fűfélék, melyeknek alacsony a koncentrációja, azonban van már magas pollen koncentrációi növény is, tájékoztatott dr. Kassai Veronika, Baranyavár megyei tisztifőorvos. Magas egy bizonyos kültéri allergén gombán a koncentrációja, amit mindenkit érdekel, az a parlagfű, annak még alacsony a koncentrációja, de
Várhatóan, ahogy egyre szárazabb az idő és melegszik, a parlagfűz szezon is elérkezik, valószínű, hogy már a hónap második felébe, vége fele bizony jelentős koncentrációt fogunk mérni. A parlagfűérzékenyek már most kezdjék el szedni orvosaik által felírt gyógyszereiket, hívja fel a figyelmet a tiszti főorvos. Akinél már a tünetek jelentkeznek majd, ugye orfolyás, orviszketés, szemviszketés, azok forduljanak orvoshoz, és hát kezdjék el szedni a gyógyszereket, mert jelentősen lehet ezeket a tüneteket mérsékelni, és hát az életminőségük is sokkal jobb lesz, illetve hát a súlyosabb tüneteket meg lehet ezzel előzni. Aki tudja magáról, hogy allergiára hajlamos, az lehetőség szerint kerülje az olyan zöldövezeteket, ahol a parlagfű, illetve az allergiát okozó fűfélék megteremnek. Csak ebben az évben már 9-en fulladtak a Balatonba. A szakemberek azt mondják, fontos a folyamatos figyelemfelhívás az ideérkező turisták számára, hiszen sokan nincsenek tisztában a természetes vizek veszélyeivel. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője szerint a hőségben különösen fontos, hogy az úszni nem tudók ne menjenek vízi eszközökkel mély vízbe, ne fogyasszanak alkoholt, szapon, biciklin, csónakon pedig különösen a kisgyerekek viseljenek mentőmellényt. Önfelett fürdőzés a Balatonban. A több mint egy hete tartó hőség sokakat csábít a tópartjára. A siófoki nagy strandra is sokan érkeznek. Vízi eszközökből sincs hiány, szapok, vízi biciklik is bérelhetők. Ugyanakkor az üzemeltetők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a fürdőzők figyelmét a veszélyekre. Mi mindent megteszünk a strandolók biztonságáért, többek között ezért üdvözöltük a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának a kezdeményezését, és elhelyeztek a siófoki nagy strandon 12 mentőmellényt gyerekek részére. Ezzel is elősegítjük a biztonságos fürdőzésüket. Emellett a vízi játszóparkban kötelező a mellény viselése, és a vízi bicikli kölcsönzőnél is kifejezetten ajánlják. Ennek ellenére az elmúlt hétvégén három tragikus esemény is történt, ami összefüggésbe hozható a hosszú ideje tartó hőhullámmal is. A hőcsúsznak azért vannak negatív hatásai vízparton egyébként is, hiszen ilyenkor mindenki meglátogatja a vizeket, az is, aki egyébként nem tud úszni, és itt az elmúlt napokban is láttuk sajnos, hogy olyanok vettek igénybe szapot, vízi biciklit, esetleg olyanok úsztak be a mélyebb vízre is, vagy mentek be a mélyebb vízre, akár szárazlábon, a mederbe begyalogolva, akik nem tudtak jól úszni. Akiknek nem volt vízbiztonságuk, esetleg le is ugrottak vízibicikliről, fürdőeszközről, szápról, gumimatracról, és sajnos ilyenkor nagyon könnyen bekövetkezhet a végzetes tragédia. Mindenkit arra kérünk, hogy kerülje ezeknek az eszközöknek a használatát, ha nem tud kellően úszni, a gyengén úszók csak a sekély vízben tartózkodjanak, és minden családost arra kérünk, hogyha gyermekekkel együtt kint van, akár egy vízibiciklit bérelnek, ha nem biztos az úszni tudás, vagy a gyermekekre egyébként is nagyon ajánlott, akkor bizony vegyenek fel mentőmellényt, vagy kérjenek a bérlés során. A vízirendészet vezetője hozzátette, az idei nyáron már 7 vízbefulladásszerű esemény történt a tónál. Közös jellemzőjük, hogy mindegyikük fiatal férfi, akik komolyabb úszási képesség nélkül kerültek veszélyhelyzetbe valamilyen vízi eszközön. A szakemberek azt kérik, hogy úszni nem, vagy csak gyengén tudó egyén, csak sekély vízben tartózkodjon, ne béreljen fürdőeszközt. Ha vízi járművön utazik, vegyen fel mentőmellényt, ez különösen fontos gyermekek esetében. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Befejeződtek az aratási munkálatok Tolna vármegyében. A hőség miatt jóval hamarabb végeztek a gazdák. Új modern vízitúra bérlő pont Tolnán. Várják az érdeklődőket. Dombóvári új esélyközpont. Nyílt napot tartottak. Felső osztályosoktól a gimnazistákig. Német és angol készségeiket fejleszthetik a gyerekek Vajtán. Csütörtökön árnyalatnyit szelidülhet a forróság. Napsütéses, gyengén felhős napra készülhetünk. Késő délutánra szaporodhat meg kissé a gomoly felhőzet. Az esti és éjszakai órákban, kis számban és kevés helyet érintően lehet egy-két elszórt zivatargóc. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!